A Nyír VV Nonprofit Kft. Idén is folytatja népszerű városszépítő akcióját. Ennek részeként az ökosuli program keretein belül kisiskolások segítenek a szakembereknek szebbíteni Nyíregyháza belvárosát egy nyári növények ültetésével. 15 millió forint értékben szoktunk egy évben virágokat ültetni a város közterületeire. Jelenleg itt a gyerekek 1000 növényt fognak elültetni, többek között verbénát és egyéb növényeket. Begóniát például, ezek díszítik a városainkat, a város színe is meg fognak jelenni, nem csak ezen a téren, hanem a Hősök terén is. Minden év tavaszán közel 50 ezer jó tűrő képességű egy és két nyári növényt ültetnek el. A város korábban többször is elnyerte már a Világos Város címet és kitüntetést. Ugye nagyon fontos azt, hogy ha ide jön valaki, vagy hogyha a nyíregyháziak ülnek itt a Kossuth téren, vagy a környékén, lássák azt a saját szemükkel, hogy a városvezetés gondol arra, hogy szép környezetben legyenek. Az egyik legfontosabb célcsoport a kisiskolás korosztály. Őket az ökosuli programon keresztül nevelik környezettudatos magatartásra. Nálunk már évek óta működik az ökoprogram az iskolában, van egy nagyon jó kis ökocsoport, és a kollégák ezt nagyon jól tudják kezelni. Nagyon sokféle dolgot csinálnak, vannak állataink, vannak növényeink, és ezeket mind az ökocsoport tagjai lelkesen gondozzák, ápolják. Ez a fajta környezetvédelemre nevelés sikeresnek bizonyul, hiszen a gyerekek lelkesen kertészkedtek, volt, aki 8 virágot is ültetett. Nagyon sok virágot szeretek, szeretem majd a margarékát elfújni, így a, és nagyon szeretem a természetben a fák növekedését, sokáig tart bizony, hát de nagyon büszke vagyok, hogy itt ültethettek. Idén újdonságként papagájlevelet, királybegóniát, ausztrál százszorszépet és eddig nem látott begónia és dália fajtákat is ültettek a gyerekek, hogy még vonzóbbá tegyék a belvárost az itt lakók és a turisták számára egyaránt.